Akkor is elmondom, utáljuk a Reált, mint a kakit, és nem foglalkozunk a Reállal. Itt vagyunk egy Jägermeister reklámfilm forgatásán, és ide jöttem a pulthoz, ahol az italt nem más szolgálja, mint Harsányi Levente. Szia! Szevasztok! Sajnos a hír igaz, de hogy látod, minden elfogyott, mert nem volt gyenge a cucc. Közben jönnek be nők, de hát ez... Nem, már tudtam, hogy be kellett volna mennem, ez is a főnökem hibája. Na mindegy. Szóval, mennyire szoktál így kínálgatni, avagy inni ilyen Jägermeisteres kis fiolákat? Hát figyelj, mert tényleg nem is nagyon tudom, ez már az első életemben, amit csináltam, viszont nagyon jó volt, mert az én kedves, drága két barátom, nem ők, hanem Gangsta Zoli és Nacho Oliver is itt volt, és együtt megerősödve azért viszonylag. Azt gondolom, hogy adtuk az ívet, és nagyon kedvelték és szerették az emberek. Noha fogalmuk se volt, hogy mit kell majd itt tenniük, mert egyetlen egy kérdésünk volt, hogy benne vagy, már nem te, hanem akihez oda mentünk, és nem tudták, hogy mi. Aztán persze nyilván az emberi kíváncsiság azért furdalta és szúrta az oldalukat, majd odajöttek, és na jó, és akkor elvittük őket hátra, és ott jégtömbből kellett különböző célszerszámokkal kiváltani. Kiéltétek a vágyaitokat a jégtömbökön, az agressziót és mindent. A mi vágyaink azok nem a jégtömbbel kapcsolatosak, azt nem tudom elmondani, mert hogy boldog családi életet élek, és két gyermekem van. Tehát gondoltunk sok mindenre, de nem az történt, hanem a drága kollégák és emberek, akik itt voltak és szomjasak voltak, megdolgoztak azért, amit kaptak. Hát röviden ennyi. És voltak-e már ilyen közös durva bulik, ahol a Jägermeister is előkerült? Nem kevés ilyen volt, de az a baj, ezt nem lehet elmondani. Nem? Itt mindent el lehet. Kérlek szépen, akkor egyszer úgy voltunk egy templomban, az Oli meg én, hogy ültünk. Tehát néma csend volt. Aztán kimentünk és hazamentünk. Ez olyan nagy, kemény buli volt, ezt nem is tudom, hogy elmondjam, de végülis elmondtam, jó. Aztán volt egy olyan, hogy elmentünk a télapóhoz, Finnországba, az Oli. Mikor fogtad az utoljára az Oli haját egy buli után? Yeah. Az a, hogy sem ő, sem én nem emlékszik erre, mert olyan bulik voltak, de hát nyilván nem lehet ezeket elmondani. Na mindegy, szóval ez egy ilyen kultúrált napfényes buli volt, de hát ezek is kellenek és nagyon jók. Azért a Sport TV-n a műsorodokban azért sokszor tárgyaljátok a foci meccseket, és a hétvégén mi a véleményetek? Tudom, hogy egyikőtök se szereti a nyertes csapatot, ja. Egy rövid összefoglalót szeretnék. Nem szeretnénk mindenkit magamra haragítani, mert... Az Oli sárt, ezt nem hiszem el, menjünk haza, menjünk! Akkor is elmondom, utáljuk a Reált, mint a kakit, és nem foglalkozunk a Reállal. Aki viszont a Reálnak drukkol, a szíve jogát tegye meg, legyen ilyen. Én azt mondom, a Reálnak is kell drukkolni. Nem láttam a meccset, ez jó szarvállal, mindegy, szóval a dolog lényeg, hogy nem láttam a meccset, ezért nem tudom elemezni, de hát most gyenge volt a Barcelona, és rájöttem, hogy hol van a méregfog, ráadásul a Piqué az, aki egyszerűen mindent megnehezít. Shakira miatt. Amiatt a Sárikával jár, azóta nagyon nagy a baj, úgyhogy vagy adjanak egy duett lemezt, amit ne vegyen meg senki, vagy szakítsanak és játszon újra jól a Piqué, mert idegileg ez engem összeroppant, nem lehet, szóval ez így nem működik. Mindegy, de lesz egy El Clásico második felvonás márciusban, ahol a helyszínen Barcelonában fogom végignézni, és remélem, hogy akkor mi nyerünk. Hát ennyit kell ezt hozzátenni, mert különben így, hogy nyert a Reál, hány ingerem van? Fúj! Végszónak tökéletes, mi pedig folytatjuk tovább itt a kis túránkat.